A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, ünnepelni jöttünk, nem titok, még ebben az esztendőben vagyunk, tehát 2022-ben, de majd januárban fogják látni ezt a műsort, mert hogy vendégem Artisius díjas lett, mégpedig Vörös Tamás, ráadásul ma Tamás napja van, Isten éltessen. Köszönöm szépen. Mindnyájunk nevében. Ugye az Artisius díj, az Artisius Egyesület az évezred első évében, 2001-ben alapította a Huszka Jenő és a Dankó Pista díj megszüntetésével egyidejűleg. De ez egy nagyon-nagyon fontos előadói, illetve zeneművészeti alkotó tevékenységet díjazó elismerés, és tulajdonképpen egy ösztönzés is. Én azt gondolom, hogy minden székesfehérvári nevében gratulálok. Köszönöm szépen, még egyszer. Ahhoz viszont, hogy tudjuk, hogy miként jut el az emberfia, aki egyben pedagógus és basszusgitáros és zenekarvezető és nagyon sok minden, ahhoz egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen azért ismerkedjünk meg veled. Mi egyidősek vagyunk, tehát 1960-ban születtünk ugyebár, és fantasztikusan sok szál fűződik a mármint a zenei szál az életedhez, hiszen már ezt már számtalanszor elmondtuk, de ismételjük meg, már a szép nagyapád is zenével foglalkozott. Igen. Igen, most ez a díjról kéne beszélni, és ennek az összekapcsolásáról ez számomra is meglepő volt. Hát zenészek nem ilyen díjgyűjtögetők, tudod, ez nem olyan, mint a sport. A sport az más, tehát ez egy versenyt. A zenében nincs verseny, tehát a zenében vagy a többi művészeti ágban nincsen. És ez számomra meglepetés volt ez a díj, mert én nem vagyok egy ilyen gyűjtögető típus, és azért nagy ez a díj szerintem, vagy azért szép, mert teljesen politikai attitűdtől mentes, tehát nem most ez a kormány, az a kormány adja meg, hanem ez a szakmai grémium ítélte oda, és ez szerintem ez a legjobb. De ahhoz, hogy miként jutottál el, azért még beszéljünk róla. Tehát ugye most nem kell a szép szülőkről beszélni, sokkal inkább amikor hangszert választottál, hiszen zeneművészeti konzervatóriumban végeztél, és nem basszusgitárosként, hanem nagybőgő szakon. Ja. Miként választottad a nagybőgőt? Hát inkább fordítva volt, mert én először még ugye mielőtt mentem volna a konziba, én ugye basszusgitároztam rock, blues zenekarokban, szerintem még láttál is annak idén, és aztán jött a jazz irányultságom, mert a nagy rockon kezdtem, utána a progresszív irányba fordult a dolog, ilyen King Crimson, meg Jeff Rotel, meg ilyen, és akkor utána jött a jazz rock. Tehát ugye a 70-es években volt úgynevezett fusion jazz, ez a jazz rock, tehát a Herbie Hancock, Miles Davis irány, az nekem nagyon tetszett. De hát ott is voltak bőgősök, Ron Carter például, aki még 95 évesen. Tetszett a bőgő, és akkor a konziban csak bőgő szak volt, ugye most már mindegyik van, és nekem tetszett a bőgő abszolút, és azzal felvételiztem, illetve azt ugye elkezdtem tanulni. De aztán gitáros lettél, még hozzá basszus gitáros. A kettő hangszer tulajdonképpen ugyanaz. Csak ugye fizikálisan. Ugye erre egy jó példa van, hogyha elmondhatom, egy jó sztori van. Miles Davis, amikor ezt a fusionist elkezdte csinálni, ezt a fusion jazz, ugye akkor a mainstream vonal már nem ment. Tehát a zongora, a bőgő, szaxofon, a trombita, és akkor a próba termébe elhívta a zenekarát, de közben kicserélte a zongorát, Bachstein zongora, egy Fender Rhodes, ez egy elektromos zongora, ugye nagyon új volt a 70-es évek elején,
És akkor a Hengák bement, és mondta, hogy ő ezen nem tud játszani. Hát ez mi ez itt? Ez egy ilyen, mint a gardrób szekrénynek az oldala. És mondta, nem, csak játsszál rajta, és akkor odaszólt a Ron Carternek, hogy vedd ki a bőgőt, és hozd be a basszusgitárt. Mert most ez lesz a divat. Lám, milyen egyszerű stílus teremteni. Igen, mert ugyanaz a négy húrról beszélgettünk, tehát ugyanazok a struktúrák mennek, ugyanazok a koncepciók, mint a bőgőn, csak nem swinget játszunk, hanem mást. Mást, így van. Aztán viszont jószerivel valamennyi műfajban kipróbáltad magad. Erről beszélünk egy kicsit, hiszen játszottál folkzenekarokkal, jazzzenekarokkal, rockzenekarokkal, színházi zenét, jószerivel mindent. Hát szimfonikus zenét nem játszottam, azt nem mertem. Ez az egy, amit nem mertem. Ott azért van a bőgősöknek egy külön szerepe, sokkal több a kötöttség egy zenekarba bent játszani, mind a többibe is ide. De igen, de mindegyikbe játszottam, voltam gyerekműsorokban sokat játszottam, akkor igen, a színházat mondtad, az is volt sokat, nagyon sokat, meg rock blues zenekarokban, meg jazz zenekarokban is persze. No, folytatjuk majd a zeneit, de most egy kicsit a pedagógusi pályádról kérdezlek, hiszen egy rendkívüli elhivatottság kell ahhoz. Ebben semmi túlzás nincsen. Elmenni egy településre, ami Bodajk, és megalapítani egy olyan iskolát, ami ma már szárnyal. Egy olyan új iskolát, Hangszintér néven, ahol felkaroltátok azokat az ifjú tehetségeket, akik eddig talán nem találták meg a helyüket. És ma már egyre népszerűbb ez az iskola, és hát azt hiszem, hogy évről évre bizonyítjátok, hiszen fantasztikus zenészek sora járt ebbe a suliba. Honnét jött ez a gondolat? Ez nagyon véletlen volt. Engem 95-6-ban felhívott az ottani polgármester asszony, illetve az akkori igazgató, aki különben most is az igazgató, a Grausz Szilvi, hogy nem akarok el Bodajkon csinálni valami ilyen könnyűzenei, szó rossz, de mindegy. Tehát egy ilyen könnyűzenei képzés, tehát zenei képzés, mert hallottak róla, amit Fehérváron, blablabla. Mondom, Bodajk, nincs is messze, akkor már sejtetőleges volt, hogy hol, Csókakővel szembe, tehát ez itt van minden 20 kilométer. Mondom, de miért ne próbáljuk ki, csak hogy a Bodajkon mit fog csinálni, azt még abszolút nem tudtam. Tehát egy faluba, érted, hát milyen zenei iskolát akarsz. De közben ez nem erről szólt, hanem térségi régiós szituáció volt. Tehát ugye jöttünk Fehérvárra, Veszprém megye, Komárom megye, szóval elkezdtünk menni, és ez egyszerűen jött. Tehát így egyszerűen gönnye, és azért volt jó, mert teljesen szabad kezet kaptam. Tehát a tanári kar, a tarrend, a mi elkezdtünk, fiatal voltam igazából, 36 éves. Tehát akkor ez nagyon működik az ilyen az ember. Igen, fejében. És hozzákapcsolódik, hogy nyilvánvaló, hogy már tanítottál előtte is, és meg annyi fantasztikus zenészt ismertél, akiket igen. Magad mellé tudtál venni. Nehéz volt a választás, hogy kiket választasz, hogy kik azok, akikben megvan a megfelelő elhivatottság ahhoz, hogy tanítsanak is? A mi közegünk az azért más, mint a komoly zeneik közeg, mert csak egy példát mondok, itt 26 éves voltam, valakivel játszottam, koncert, és a koncert végén odajön egy fiatal fiú, hogy hát ő akarta nulli basszusgitározni. Mondom, jó teszed, de tőled, mondja. Mondom, tőlem, hát én nem nagyon akarok tanítani, nem, nincs ez bennünk az első időben, tudod, ez így nem erről szól. Tehát ugye az ember az első időben, amikor elvégez egy jazz tanszakot, vagy egy ilyesmit, akkor ugye pódium zenész lesz. Tehát nem úgy, mint a klasszikus tanárképzőkön, hogy úgy végez a zongoratanár, tehát hogy úgy végez, mint zongoratanár. Bocsánat, a zongorista úgy végez, mint zongoratanár. Itt nem úgy végez, mint egy nagy bőgő tanár, hanem előadó művészként végzünk. Tehát mindenki különálló. Na és akkor jött a srác, hogy akkor mondom, én nem akarok tanítani különben, se szeretek én, mert mit tenni, aztán rábeszélt, de, és akkor ez így elindult ugye lassan.
És akkor egyre jobban elkezdtem dolgozni azon, hogy, hogy mit tanítsak, hogy tanítsam. Tehát megtanultál volt, tanítani? Igen, nem volt erre példa. Igazából a Konzinak a szituációja, hogy ott minket hogy tanítottak, az egy ügy, mert az egy felső fok. Milyen. De egy alapfokon elkezdődő srácot, egy 16-17 éves srácot, senki nem tanított akkor még az országba igazából. És akkor te is, veled együtt ők is lépdeltek felfelé. Nyilván, tehát az oktatás színvonala is nőtt. Igen, igen, igen. És akkor ki kellett alakítani. Világos, hogy mondjuk 87-ben a tanítási módszerem teljesen más, mint mondjuk most. Ez már tudta, hogy más, mert ugye változik az ember. És akkor párhuzamosan, ahogy fejlődött Bodajk, hiszen majd visszatérünk még Bodajkra, hiszen meg annyi fiatal tehetség, akik már kevésbé fiatalok is onnét jött ki a magyar zenei életbe, viszont a zenekaraid is változtak időközben. Igen, mert aztán azokkal, akikkel elkezdtem a mahai testvérekkel, aztán abba hagytuk, az nagyon sok idő volt, amíg együtt játszottunk. De ez egy legendás csapat volt, mint igen, mondjuk. Hát csak sok volt. Tehát tudod, amikor az ember már emberi oldalon is voltak problémák, az abban volt. Én utána nem is nagyon játszottam zenekarba a 90-es évek közepétől, mert akkor más irányultság is volt az életemben, mert dolgoztam egy hangszercégnél. És akkor azt is csináltam, a sulit is csináltam, tehát sok volt. És akkor ez olyan, ha 6 éve visszajött a képbe ez a dolog, hogy hát csinálok egy zenekart meg én, de az én számaimmal, az én problémáimmal, vagy az én gondolatommal, az én tudom én mivel. Egy ízig-vérig 21. századi zenekar? Arra gondolok, de nem azt játszunk, hanem még régebbi dolgokat játszunk, pontosan ezt a 70-es évekes fusion jazz játszunk, de hát ugye fiatalok, a fiatal, sokkal fiatalabbakkal, 30 éves kollégák vannak benne a zenekarban. Most nézzük egy kicsit meg a családot, hiszen nyilvánvaló, ha valaki ilyen szinten elkötelezett a műfaj iránt, a pedagógia iránt, akkor óhatatlanul is vonzza a családot, a családtagokat is a zene. És én ezt hozzáteszem minden fehérvári zenekedvelők nevében, hogy hála Istennek. Igen. Igen, hát a lányom és fiam is zenész, én mondjuk soha nem forszíroztam ezt. Tehát ők szerintem hallották ezt, meg azt szoktam mondani le, hogy ez viccesen hat, hogy hát a vér az nem válik ugye vízzé, tehát mindenkiben benne volt az a kis plusz élcesz, ami ezt a szakmát fölnyomta bennük, és nem mondjuk egy ács álmányozó lett, ami sokkal jobban mit fizetne, szoktam mondani. Viszont a Janka az éneklésben zseniális, úgyhogy ennyi a történet. Hát a Milán, ő meg oda, a nenénél van, és ő írja a számokat. Tehát mindegyik egy olyan úton van, ami jó, de ez egy nagyon-nagyon göröngyös út. Én ezt nekik mondtam az elején, azt mondták, hogy nem baj. Most már, ahogy mondtad, ugye 30-as korosztállyal játszol a Vörös Tamás projektben, akik közül jó néhányan tanítványaid voltak. Igen. De akkor most beszéljünk a tanítványokról, hiszen az a korosztály, Mics Gergőjék sem fiatalok már. Lehet, hogy megrónak ezért, hogy azt mondom, de már ők se fiatalok. Igen, de ez így rosszul jövünk ki ebből a beszélgetésből, mert tudjuk, hogy mi mennyi idős, tehát ha már ők is diákjaink voltak, már ők se fiatalok, akkor igen, mi? No? Mert nagyon jó, hát ki lehet számolni a 60-tól, ugye nagyon könnyű számolni. Igen, hát jó volt ő velük dolog. Teljesen más minden évben a generáció. Igen. Tehát minden évben más, hogy kell a gyerekekkel. Ugye már mondják, ez az Y generáció, meg Z, meg Z, meg mindegyik más. Teljesen mindegy, hogy minek mondjuk őket. Ami pluszt adott, én szerintem mindenféle az oktatásban, az az internetnek a megjelenése. Tehát, hogy a 90-es évben fénymásoltuk a kottákat áldozatok árán, meg Amerikából hoztuk be, meg onnan jött kotta, az most már nem kell, mert minden az internet, egy számnak már a kottája is fent van az interneten. Egy csomó olyan lehetőség van már, hogy már együtt játszod a sztárral a számot, a szólót, vagy a kíséretet, zenekarokkal együtt játszol. És ahogy hallottam, előfordul, hogy úgy születik meg egy dal,
hogy nem is találkoztuk. Hát, amikor volt ez a pandémia műsor, én ezzel akkor szembesültem, hogy igazából mindegyiknek van ez a úgynevezett logic program, mindegy, ez most nem annyira reklám, mert mindenki ezt használja. Nagyon professzionális recording, mixing program. Ugye Macintosokon megy csak, tehát nem fut a Windows alapon, de hát mindenkinek ilyen drágább gépe van. És feljátszol egy sávot a szobácskádba, vagy a WC-be, vagy a konyhába, vagy tök mindegy az ágy szélén, tök jól felveszi direktbe hangát, és átküldöd a kollégának. A kollega hallgatja és rájátszik, hogy átküldi a harmadik kollégának. És kvázi csak keverni kell a végén, meg mondjuk vágogatni kell, hogyha úgy akarod. Tehát rettenetesen a gépies lett. Különben vettük fel ezt a lemezt most, egy pont jó sztori, és ott ülünk, 3 napot béreltünk ki a Bogi stúdiójába, mindegy, a neve elfelejtettem. A Boginnál, a Csernyi Boginnál is, első nap mindenki följött, és akkor jó volt angol, hogy rendelünk ilyenkor át, a beszélgetés van a feljátszón kívül, akkor lehallgatóban megesszük a pizzát, vagy iszunk egy kólát. És akkor de következő nap már csak én mentem fel, meg a Patesz Balázs, a dobos. A harmadik nap már meg senki, már csak én mentem, azt hiszem a Horváth Janival fel. És lett egy olyan hűvös légkör a stúdióba, mindjárt, mert már nem annyira beszélgettünk. Tehát az, ami volt még az én időmben, régen, amikor még, tehát egy recording úgy ment egy stúdió, hogy bennült minden zenekar, de nagyok is, és ott cigiztek, ettek, itt közben jöttek az új gondolatok, na azt ne cseréljük ki ezt a két taktust arra, négyre, teljesen más volt. És elment ez a humán része a dolognak, ezzel, hogy átküldözgeted egymásnak a sávokat, mit tudod, hogy kuli, mit a kicsi kunfél egy házára. És a közönség mennyit változott? Nyilván ők ebből nem vesznek észre, te is mondtad, hogy Z-generációnál tartunk már, úgyhogy viszont a jazz népszerűsége, mintha elkezdett volna megint visszajönni. Tehát volt egy mélypont. Igen. Volt egy mélypont, ez a 80-as évek vége, 90-es években ugye volt a váltás, itthon is teljesen mások lettek a struktúrák, fesztiválok nem lettek, klubok zártak be, összeomlott a rendszer. És 2000 körül meg elindult újból, más, de még mindig több a mikorunkbeli a koncerteken, mind a 20 éves. Bár ennek némiképp ellentmond, tehát most ugye bejött a Covid, meg igen, azért voltak problémák, de az Alberegia Jazz Fesztivál elkezdett szárnyalni. Igen, hála a jó Istennek, az elemben jó. Mennyire dolog. Tudatos ilyenkor, hogy kiket hívtok meg, Tomi? Hát én azt nagyon is jól tudom, hogy ugye a tanítványod volt, barátod lett. Gergő. Igen. Keresztfiad. Igen. Mics Gergőről beszélünk, aki ebben segítségedre van, és most teljes jogú társ a Alberegia Jazz Fesztivál megszervezésében. De nyilvánvaló, hogy ahogy az idő halad, ahogy mi is mondtuk, vagy te is mondtad, úgy egészen más műsor kell 2023-ban mondjuk jövőre, mint 10 évvel ezelőtt. Igen, vannak olyan a fesztiválok még, pont az Németországban vagy Franciaországban, ahol az ortodox lányultságú jazz megy. És akkor oda görgettem az interneten a képeket, megnéztem, állati kevesen ülnek. Állati kevesen. Közben Newport már az idén volt, az a legnagyobb világ egyik, tehát oda valaki el tud jutni, én szerintem soha már, az az amerikai jazz fesztivál. Tehát az a Woodstock, csak jazzben. És ott végignéztem a headlinert, de mindenkit, hogy kik játszanak. És igazából szemrebbenés nélkül, most nem azért, mert Amerika, én nem annyira szeretem,
ugyanaz a struktúra, vagy ugyanaz a koncepció, mint a miénk. Tehát vannak a könnyedébb, idézőbe tettem, funky szólzenekarok, de van egy-kettő ott a hegyezve, aki mainstream abszolút. Meg vannak a régi swingeseket, mint elhívják a Ron Carter-t, a Sonny Rollins-ot. Egyet-egyet lehet nyilván. Igen, és most ez van. Igazából a ortodoxok erre azt mondják, ennek egy barátom van, valaki rettenetes ortodox jazz, de nem mondom meg, hanem itt úgy pesti ember még pluszban, hogy eklektikusan csinálom a jazz fesztivált. Mondom, és abban mi a baj az eklektikában? Az eklektika is lehet jó. Nézd, most nem az van, hogy ugye mi nekünk nem, tehát de azt szoktam mondani, amikor ezt mondja valaki, hogy eklektikus az Albarégi a Jazz Fesztivál, erre azt mondom, hogy az Albarégi a Jazz Fesztiválnak egy nagyon jó dolog van mögötte, az, hogy a önkormányzat majdnem, hogy 100%-kal támogatja. Az volt a kérés, hogy legyen ingyenes. Na most, ha ingyenes egy fesztivál, akkor az eklektika vígan belefér a dologba. Természetes. Hogy fordulhat is a közönség el, hát te is voltál, jöttek, mentek, de mindig volt egy óriási maga, egy 400 fős maga helyszínen. Így van, a többiek pedig jöttek, amit szeret. Nyilván de most igazat, Tomi, aki azt mondja, hogy minden jazz műfajt szeret. Nem, olyan nincsen. Most képzeld el, ha ez mondjuk éppen fizetős lenne. Tehát, hogyha csak arra jövök el, de utána felállok és elmegyek, mert az a könnyed, érted, ez egy akkora zavar, különben egyre több most már az ilyen fesztivál is, ugye Palóznak is, már ha úgy veszük el, eklektikus vagy Veszprém. Ha mondjuk ezt a szót egy jazz fesztiválra, de szerintem nem kell, mert különben is, még az a kortár zene. Most volt azért a Artisiusban egy, mi nem tetszett, ezt most elmondom, mert úgyse nézik a pesti ember, úgyse nézik a Fehérvár tévét, sajnos. Igen. Hogy úgy konferáltak minket be, ugye három jazzzenész ugye, kapott Artisius díjat. A Birta Miki volt az egyik, a másik a... Na most elfelejtettem. Mindegy, na, látod, igen. Mindegy, meg én. És úgy konferáltak minket be, mindegy, hogy ki, hogy a könnyű zenei ágazat díjazottjai, mind a pályadíjazottak, mind a pedagógus díjazottak. Utána pedig jött a komoly zene. Most ki akartam mondani. De ez még mindig egy magyar félreértés. Mi az, hogy könnyű zene? Mi az, hogy komoly zene? Igen. Most így ülünk, mind komoly zene, minden koncerten. Hát bocsáss meg, az egy Beethovennál miért kell így ülni? Tök jó zene. Így van. Egy Wagneren, hát ott már gondolkodik az zene. De olyan nincs szerintem. Klasszik, és én azt mondom, hogy jazzre még mindig most a kortár zene, és ez így is van, mert az 1900-as években indul a jazz, és most 2000 van. És ma már van, azt mondjuk, hogy klasszikus és kortárs, sőt már van, mint tudjuk, klasszikus kortárs zene. Ja, ezt én se tudtam, bocsánat, és ez zseniális történet. Viszont kicsit menjünk tovább, Fehérvár hangja. Fehérvár, nincs. Nekem már. Azért tetszett ez, ugye 2013 óta volt, aztán most nyilván nem. Én majd gondolom, hogy de talán költség. Lesz majd. Uh-huh. Mert hogy fantasztikus fiatal tehetségek tűntek fel ebben a műfajban is. Igen, én ennek örülök is. Nagyon sok volt itt, igen. És jó volt látni titeket ott a zsűriben, hogy ti is meglepődtetek. Hát nagyon, hát azért gondolj bele, hogy egy olyan 30-40 embert kellett zsűrizni énekeseket, csak énekeseket. Jó, hogy az divatosabb mondjuk, mint a basszus gitáros, ahogy mondanád. De ennyire nem számítasz arra, hogy egy megyéből vagy egy városból ennyien összeérnek. Tehát Fehérvár azért kiemelkedő szerepet kap a zeneoktatás terén. Ez tuti, ezt mindig is tudtuk, hogy most nem önmagamat akarom piedesztára emelni, se a Gergőt, de hogy van 2-3 olyan intenzív suli, aki a kortárzenével is foglalkozik, az tök jó. Emellett, hogy klasszikus zenei képzés van, az is nagyon fontos, és az is nagyon jó. Folkzenei képzés van, aminek nagyon örülök a Hermannba, az is állati jó. Tehát azért egy ekkora magot nem lehet elfelejteni
egy városban. Nem kéne, tudom, hogy senki nem foglalkozik ezzel igazából, ez most megint csak a magam mérkeskedése, de valakinek körül kéne nézni itt ugye Fehérváron, vagy politikusnak, hogy Győr, Miskolc, Debrecen, ott hol van ilyenek? Egyértelmű. És ez több okból is neked köszönhető, amin most kivonatosan persze, de végigmentünk, mégpedig azért, mert én meggyőződésem, hogy Székesfehérvár, ugye mindig jelző szerkezetekkel ruházzuk fel a városunkat, tehát a Királyok város az rendben, a gazdaság, a sport, a kultúra városa, ha már a kultúra városa, mert a színházak városa és így tovább, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a jazz városa is. És ez a jelenben, és én bízom benne minden jazz rajongó nevében, hogy a jövőben is neked, nektek köszönhető. Hát bízom benne, hogy ez így is lesz. Sokáig tudom, hogy most állati nehéz lesz ez a elkövetkező egy-két év mindenkinek, de ezekre a dolgokra figyelni kell. Tehát most volt egy interjúm különben a, mindegy, hogy hol, már elfelejtettem ezt is, öregem. És ott én azt mondtam, hogy nekem csak egy gondom van, hogy van férj, van egy Fricsai Riárd díj, ezt tudod. Igen. Ez még annak kérdem, a Babori Zoli féle elnökség alatt a Kult bizottságban benn voltam, mint külsős, és akkor ki gondoltuk ezt. Ez ugye, ennek végig kéne olvasni, hogy ki kaphatja ezt a díjat. Nem magamra gondolok, bocsáss meg, nem is, mondom, én a díjakkal nem. És most az elmúlt időszakban, és nem megbántani akarok senkit, de úgyis megbántodnak, úgyhogy tök mindegy, egyedül egy ember kaptam meg, aki a kortárs zenébe, ez egy 10 éves díj már lassan, több mint 10 éves díj, a Márkus Jóska, akit a jazznek mindennek a dojenje volt még a 60-as évekből, már nem is él a Jóska, úgy de örülök, hogy ő megkapta. Tehát vannak bizonyos konzervatív szellek néha, nem olyan értelemben, olyan konzervatív, hogy ha zenei díj, az csak klasszikus zenész lett, vagy énektanár. Nem. A zenei díj bárki, aki zenével foglalkozik, az, és nem csak az énektanár, hanem a zenésztanár. Nos, hát aki hallja, adja át. Nem baj, most már tudod, azért van egy jó ebben a korunkban, ami van. Tudod, mi a jó ebben a korban? No. Hogy már bármit lehet mondanunk. Nos, hát én azt mondom, és ez nem bármi, hogy akkor jó egészséget neked, a családnak, mindenkinek, és hát még egyszer mondom minden székesfehérvári zeneszeretők nevében gratulálok, és köszönjük, hogy vagy, hát, és köszönöm. Leszel. Köszönöm, hogy Tomi. Itt lehettem. Köszönöm, Lajos. Kedves nézőink, Vörös Tamás volt a vendégem, aki ebben az esztendőben Artisius díjas lett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.